Folytatódik a napi aktuális, megérkeztek már a stúdióba a vendégeim, Pál Falvi, Milán Nézőpont Intézet vezető elemzője, szervusz, jó estét kívánok, Nagy Károly, a Transzparens Újságírásért Alapítvány elnöke, szervusz. Karácsony Gergely derült égből egyszer csak egy új ötlettel állt ma elő, megfogalmazta, hogy változtatna a fővárosi cégek vezetőinek a kinevezési rendjén, innentől például a szakértelem is előírás lesz a céges pozíciókhoz. Kis lépés ez az emberiségnek, mekkora lépés Karácsony Gergelynek? Ez egy nagyszerű ötlet, mondhatnánk ezt cinikusan tekintettel arra, hogy az elmúlt 5 évben Karácsony Gergely volt a főpolgármester, tehát hogy most jut ez eszébe. Ezzel végső soron beismeri azt, hogy az elmúlt 5 évben rosszul működött a cégvezetéssel kapcsolatos hozzáállás. Az, hogy most pályázatot fognak kiírni, én azt gondolom, hogy ez semmi másról nem szól, mint hogy Magyar Péter benyújtotta a számlát. Ugye ismerjük a történetet, hogy Magyar Péter és Karácsony Gergely tárgyaltak nem is olyan régen, túl sok mindent nem tudhattunk meg erről a tárgyalásról, de vélhetően az van, hogy Magyar Péter megmondta, hogy miután csak úgynevezett ügyek mentén fogunk tudni együttműködni, mert a választóink egyébként azt nem fogják elfogadni, hogy koalícióra lépünk egymással. Éppen ezért a cégvezetők kiválasztásánál szükség van egy olyan módszertanra, egy olyan metódusra, ami mögé mind a ketten fel tudunk sorakozni. Karácsony Gergely és Magyar Péter ugyanúgy, és ez lehet valószínűleg a feltétele annak, hogy Magyar Péter elfogadja ezt a felállást. Kicsit lehet, hogy vitatkozni. Amikor legelőször láttam ezt a posztot, így az merült fel bennem, hogy ezt most a főpolgármester úr elmúlt 5 éves munkájának megítélése kapcsán ezt most súlyosító vagy enyhítő körülményként nyújtják be, hiszen a olyan alapdolgokról van itt szó, amit gyakorlatilag bevállalni azt, hogy eddig pártak könyvek alapján zsíros pozíciókhoz juthattak olyan emberek, akiknek egyébként a szakértelme nem volt megfelelő, az, hogy a igazgatósági tanácsok számát talán egyharmadával, vagy kétharmadával. 50-ről 18-ra. Így van, csökkentik. Ez azt jelenti, hogy abban az időszakban, amikor fél Budapest tele volt plakátolva azzal, hogy a kormányzat elvonja a forrásokat, is egy ilyen nagy feldúzasztása volt ezeknek az egyébként kifizető pozícióknak használt helyeknek. Ugye, aki nem tudja, ezek az igazgatótanácsi helyek a praktikumban úgy működnek, hogy akár fél évente egy-két ülésen kell részt venniük ezeknek a delegáltaknak, és ezért havi fizetést kapnak, és általában viták nélkül zajlik le egy ilyen ülés, tehát sok olyan delegált van, aki egész évben meg se szólal ezeken a bizottsági üléseken, vagy igazgatótanácsi üléseken, de a havi fizetést vesz fel ezekért a pozíciókért. Ugye Milán azt mondta, hogy valószínűleg benyújtotta a számlát a Magyar Péter, de Magyar Péter kritizálja ezt a rendszert, úgy ő is posztolt egyet, hogy a frakciókat történő előzetes egyeztetés nélkül nyújtotta ezt be Karácsony Gergely, vagy találta ki Karácsony Gergely, de úgy, hogy a valódi cégvezetőket a helyén hagyná. Tehát akkor neki mégsem annyira jó ez. Ez csak a látványpékség. Ez a látványpékség, igen. Tehát Magyar Péter bármit mond, bármit tagad, pontosan az ellenkezőjét fogja csinálni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy azt mondta, hogy a mandátumát nem fogja felvenni, és mégis felvette az Európai Parlamentben, és sorolhatnánk az ügyeket, most nem mennék bele a részletekbe, ha Magyar Péter azt mondja, hogy az, amit Karácsony Gergely javasol, az nem jó, az pontosan annak szól, hogy leválaszthassa magáról azt a egyébként adott esetben jogos kritikát, hogy ő Karácsony Gergellyel összefogna. El fogják bábozni, hogy ők nem fognak össze, a háttérben viszont biztos vagyok benne, hogy megállapodtak arról, hogy ilyen módon fogják tudni kivitelezni azt, hogy együttműködjenek. Képzeljük csak el, hogy mi fog következni, ha Karácsony Gergely kialakít egy olyan pályáztatási rendszert, ami egyébként szerintem csak a kommunikációnak szól, mint ahogy van a történet, ugye, hogy bocsánat, de hát ez már az ítélet. Tehát én azt gondolom, hogy már előre itt is le van zsírozva, hogy kik fogják megkapni a pozíciókat, úgy fogják kiírni a pályázatot, stb. Stb. Ezt láttuk egyébként Karácsony Gergelyék működésénél, hogy néz ki, és bocsánat, egy kis zárójeles dolgot hadd tegyek ide. Én dolgoztam 2 évet
egy közalapítványnál, budapesti közalapítványnál, abban az időszakban, amikor Karácsony Gergely volt már a főpolgármester, és azt megelőzően 5 évig szintén ugyanannál az közalapítványnál dolgoztam, és láttam, hogy mekkora különbség van szemléletben Tarlós István ideje alatt. A szakmaiság, a rátermettség, a hozzáállás az teljesen pozitív volt, és én két évet adtam akkor annak, hogy hogyan lehet ezt tovább folytatni, és nem lehetett. És azt látom, hogy egyébként a politikai kegyeltek, akiket odaültettek akkor, közülük többen el is mentek onnan, tehát azt lehet látni, hogy itt kőkemény üzlet van a háttérben, és megállapodás van Magyar Péter és Karácsony Gergely mögött. Hát meg a kutyapárttal is, nem valószínűleg. Igen, ugye a legnagyobb esély egy olyan megállapodásra van, ahol Magyar Péter, Karácsony Gergely, illetve a Párbeszédes, ugye a DK közös listán bejutott Párbeszédes politikusokkal, és a Kutyapárt, illetve a Vitézi Dávid csapata egy valamilyen koalíciót köt. Most, hogy ez nyilvánosságba kerül-e, vagy nyilvánosan felvállalják, vagy sem, azt, ha engem kérdeznek, azt mondom, hogy valószínűleg nem fogják nyilvánosan felvállalni. Látszani fog a szavazatokon. Így van. A szavazatokon látszani fog, hogy mi a helyzet, hogy költségvetése lesz a Budapestnek, olyan költségvetése, amit Karácsony Gergely, akár Karácsony Gergely előterjeszt, hogy a főpolgármesteri helyettesi pozíciókkal kapcsolatban meg tudnak állapodni, fog-e delegálni mondjuk Magyar Péter főpolgármester helyettest, ezekből ki fog derülni, hogy van-e megállapodás, vagy sem. Ez egy kommunikációs csomag volt a főpolgármester részéről, gyakorlatilag amiket most kezdeményezett, nem kézzelfogható dolgok politikailag, tehát azt mondani, hogy szakembereket ültetek szakértői pozíciókba, azt mondani, hogy nem csinálok felesleges pozíciókat, ezek nem komoly ígéretek. Az a probléma, hogyha eddig ez úgy volt, hogy voltak felesleges pozíciók, és szakértelem nélkül töltöttek be emberek olyan pozíciókat egyébként, ami a budapestiek napi életét meghatározza, hogy ki vezeti a BKK-t, hogy ki vezeti a közutat, hogy ki a köztisztaságért kifelel, és így talán megérthető néhány probléma is, ami mondjuk az elmúlt években előkerült. És hogy mennyire kommunikáció, ez egyébként abból is látszik, hogy a női kvóta kérdését is behozták. 30% a női kvóta. Tehát ebből látszik az egésznek a komolytalansága. Egyrészt én azt gondolom, hogy maga ez a kvóta, ez teljesen félre visz. Mert adjuk nem meg, hogy vannak szakértő hölgyek. Vannak szakértő hölgyek, ez kétségtelen, és az a lényeg, hogy itt nem a nemi kérdés a lényeg, hanem az, hogy ki ért az adott területhez. De ha már kvótát hoznak be, akkor miért nem 50-50%? Tehát szerintem pontosan ebből látszik az, hogy teljesen félre megy ez az egész történet. Ez csak egyébként valószínűleg Brüsszelnek szól, vagy annak az ideológiai világnak, amelynek fontos az, hogy a nemiség tekintetében kvótákat alkalmazzon, nem a kvóta a lényeg, és nem az ilyen típusú elosztás, hanem a szakmaiság. Úgy látszik, hogy a fővárosban és Karácsony Gergely szakmai köreiben a kvótára van szükség, hogy nők fontos pozícióba juthassanak, tehát önmagában az nem elég a fővárosi cégeknél, hogy valaki tehetséges, kvótára van szükség. Én ezt nagyon választóként nagyon hihetetlenül sajnálom, hogy egyébként ilyen intézmények kerülnek be egy fővárosi szintre. Ja, az MSZP-nek volt ilyen ötlete korábban az EP listánál, hogy kvóta szerint. Hát volt. Kvóta nőket. Meg is csinálták azt, hogy ugye társelnöki kvóta, társelnök, férfi, nő, mi lett a Magyar Szocialista Párttal, ez ugye nem jött be, aztán az LMP-nél is próbálkoztak ezzel, tehát önmagában ez nem old meg semmit. Tüntetés volt a fővárosi főügyészség ellen, Donát Alna mellett, ugye egy szimpátia tüntetés, arról van szó, hogy 2 éve februárban több más politikussal együtt megpróbálták feltartóztatni a NAV nyomozókat az Iványi Féle Oltalom Karitatív Egyesületnél. Iványi Gábor is ott volt ma a tüntetésen, és feltett egy költői kérdést. Idézem, mi a baj velünk, hogy mindig ilyen helyzetbe kerülünk? Tetszettek volna betartani a törvényeket, tetszettek volna befizetni az adót, és akkor nem kellene ezt a kérdést föltenni. Meg is válaszolta, nem velünk van a baj, hanem azokkal, akik visszaélnek a hatalommal.
Hát én nem tudom, hogy mennyire tekinthető hatalom visszaélésnek az, hogyha egy állam, és itt nem a Fidesz kormányról beszélünk, hanem magáról az államról, lehetne egyébként akármilyen más vezetése is az országnak, az államnak működnie kell. Tehát ez járulékokat kell fizetni. Járulékokat kell fizetni, adót kell fizetni, az iskolákat működtetni kell fizetni, az alapítványi iskolának is a különböző közmű díjait, tehát úgy nem lehet egész egyszerűen elmondani azt, hogy velünk semmi baj nincsen, hogy közben meg nem teszünk eleget a törvényi kötelezettségeinknek. Iványi Gábor, én azt gondolom, hogy visszaél a saját helyzetével, és hát már-már élhetünk a gyanúperrel, hogy ez az egész, amit ő csinál, hogy kiszolgáltatottnak mondott embereket próbál segíteni. Ez nem más, mint az az egyébként már sokszor eljátszott liberális játék, hogy valakit maga elé rángat, nem fizet adót, ezzel visszaél ezzel a típusú helyzetével, és utána egyfajta politikai performance-t kreál az egészből, hogy lám-lám, én vagyok az áldozat ebben az egész helyzetben. Károly, mi a véleményed Iványi Gábor őszinteségéről? Én mindenképpen ketté választanám azt a munkát, amit ebbe az iskolába végeznek, és az egész politikai ügyet, illetve azt, hogy ezt mondjuk a sajtó hogyan tálalja. Tehát azért el kell mondjam, nálunk a 18. kerületben is van egy ilyen iskola, én ott azon még képviselőként is megnéztem az ottani munkát, és tényleg az ottani tanárok, az ottani diákok egy ember feletti teljesítményt nyújtanak. És a cél oké. Ott azon a szinten igen. Az a szint, ahol ezt te fenntartóként kezeli az ember, és azt a felelősséget magára vállalja, hogy az ő alapítványa, cégei fenntartják azt a rendszert, és ebben a helyzetben olyan súlyos bűncselekmények merülnek fel, hogy ugye amivel kapcsolatban az eljárások is vannak, az egy nagyon nagy felelősség, és felelőtlenség, mert ezzel ugye pont azok a tanárok, diákok, sokszorosan hátrányos helyzetű diákok érdeke sérül. Azt, hogy ezt utána egyfajta politikai térbe helyezik be ezt az ügyet, az pedig még inkább felelőtlenség, hiszen az ilyen ügyeket nem a sajtóban kell megvívni, és nem érdemes egy politikai csatározásba beemelni, hiszen a nap végén, akik megszívják az egész történetet, nem politikai szempontból szívják, azok a diákok. És az pedig, hogy egy országgyűlési vagy Európa Parlamenti képviselő civakodásba kezd a hatósági személyekkel, az eljárást von maga után, és itt nem áldozati pozícióba kell lenni, hanem elébe kell állni az eljárásnak, és ha nem valósult meg bűncselekmények, nyilván bíróságok azt fogják megállapítani. Nekem ez az álláspontom. Nagy Károly, Pálfa, Millán, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.